Nemrég mutatták be a Móri Zsigmond Színház művészei az Úri Múrit, ahol szinte csak férfi szereplők álltak a színpadon. A társulat hamarosan kiegyenlíti az arányokat. Horváth Péter ugyanis a Sógornők című darabot viszi színre. Ebben 12 nő játszik majd a színpadon. A darab egy kortárs meleg kanadai író legismertebb alkotásának adaptációja, emelte ki a rendező. A női sorsok, a nőkkel való empatikus viszony, ahogy ő ezeket az asszonyokat ábrázolja, ezeket az anyákat, ezeket az nőket, akik a mai Magyarországon is reggeltől reggelig dolgoznak. 3-4 műszakban, 3-4 féleképpen építik a karrierjüket, főzik az ebédet, takarítják a házat, elviselik a családon belüli erőszakot, ami egyáltalán nem mellékes körülmény, sajnos Magyarországon sem. Tehát végre az asszonyok, akik a színházba jönnek, remélhetően sokan, fognak találkozni kanadai asszonyokkal, akiknek a sorsa 40-50 évvel ezelőtt hát sok tekintetben hasonló volt a mostani asszony sorsához. A történet szerint egy nagyvárosi anya megnyeri a főnyereményt, korlátlan vásárlási lehetőséget a plázában. Ehhez 1 millió bélyeget kell egy füzetbe ragasztania, amihez barátnőket, rokonokat és szomszédokat hív segítségül. A panelház tetőjén tartott bulin azonban előtörnek a korábban elfojtott indulatok. A darabot április 4-én, szombaton mutatják be a nagy színpadon.